Néhány óra alatt 127 hektárnyi védett nádas égett le a Balatonnál Fonyód mellett tegnap este. A tűzoltóknak hajnalra sikerült eloltaniuk a tüzet, ám munkájukat az erős szél nagyban megnehezítette. A tűz házakat nem veszélyeztetett, de a nádas élővilágának egy része valószínűleg elpusztult. Már távolról is hallani lehetett a tűz ropogását, így égett a nádas Fonyód határában szombat este. A lángok késő délután csaptak fel a berekben. Az oltáshoz 8 településről 11 járművel érkeztek a tűzoltók. A váltakozó erősségű északi szél megnehezítette a tűzoltók munkáját, a lángok a Fonyód Csisztai árkon is átterjedtek, a szakemberek hajnalra tudták körbehatárolni a lángokat és ezzel megállítani a tűz továbbterjedését. A közelben élők azt mondták, akkora volt a tűz, hogy az ég alja teljesen vörösre színeződött, és a füstöt is érezni lehetett. Viszonylag közel lakunk, pár száz méterre ettől a területtől, és lehetett látni a felszálló füstöt már ilyen fél-öt-öt óra magasságában, és ezért mentem ki körülnézni, megnézni, hogy mennyire drámai a helyzet. Csináltam egy pár fotót, akkor is már viszonylag nagy területen égett, de hazamentem, feldolgoztam ezeket a képeket, és visszamentem, és akkor szembesültem azzal igazán, hogy mennyire drámaian, gyorsan és mennyire pusztító erővel tud égni az egész nádas. Vasárnap reggelre ez a látvány fogadta stábunkat, szinte csak hamu maradt a pusztító tűz után. Összesen 127 hektárnyi terület égett le néhány óra alatt. Ennek a rétisas párnak szerencséje volt, a tűz nem pusztított el a fészküket. A berek élővilága azonban nagy veszélyben volt. Ez egy uniós szinten is védett növénytársulás élőhelye. Ez a télisásos élőhely, ami egy, a lápoknak egy ilyen, hát egy fázisában ezen a tér, ebbe a térségbe jellemző. Ettől ez a terület országosan védett láp is, tehát nem csak a maga növényzete az, ami védett, hanem lápként védett az egész terület. Állatfajokból hát elsősorban a vízhez kötődő állatok emelhetők ki. Nyilván emlősök közül a vidra, kétéltűek, hüllők az, amik nagyon jelentősek, illetve hát a madárvilág azért az itt is megjelenik, a vízimadarak is. Az eset nem egyedi. 2019-ben 300 hektárnyi védett terület égett le ugyanitt. A szombati tűz keletkezésének okát még keresik a szakemberek.